Első napjelenti pont előterjesztés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztatva a testületet tevékenységéről, minden fontosabb intézkedésekről, információkról, szolgálatok számára. Okay.
Ez csak egyelőre ez. Ez ja, külön. Ez külön. Tehát aki ezért is érződik, pedig tehát aki az egyik tépján készletlátása, köszönöm szépen. Érdem az úgy mondta, és a megtorlásra. Beszámolóval kapcsolatban hozzá észrevétel. Azt szeretném kérdezni, de 4-es pontban, hogy van a nemelem parkos dolog, hogy akkor hogyan van a szerződés? Folyamatban van. Tehát úgy van folyamatban, ugye, hogy a vásárló egyeztet most a bankkal, mert itt a földtörvek vásárlásnál, ugye, mivel az ipari parkos már végre megértették, hogy ezt nem kell kifüggeszteni, meg ilyesmi, viszont a tervezőjük, tehát aki tervezte a megosztást, az valamit nem jól készítette el, és újra kellett készítetni, és most ehhez újra be kellett szerezni a szorgalmi jogot az EON-tól, a TIGÁSZ-tól, a Nyírségvíztől, tehát akik azon a területen vannak. Na most tegnap kérdeztem tőlük, hogy hol van, egyedül az EON-tól nincs kéne, tehát mind megvan az EON-tól, megy be a földhivatalhoz, tehát a földhivatalhoz, újra átvezetik most már bizonyban élhetően, ahogy kell lesz, és akkor meghatadásvételi szerződés, de természetesen, ahogy megbeszéltük, a kérleti díj továbbra is számlázódik, mindaddig, míg az adásvétel nem történik. Jó. 12-es ponttal kapcsolatban itt a tűziszén, meg a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos dolgok, akkor azok a kilet, a gázpalasztó. Hát az kivéve. Akkor de volt olyan, aki nem volt ott, hol mondta, hogy nem volt ott, hol nem mondta, amikor ezek is átvették, akkor azt mondja, hogy nincs olyan, aki rendezett. Egyedül Ricsókáné volt fel, hogy hát ő nem volt ott, hol, meg most se tudja, hogy nem megvinnénk be, mondtam, hogy háromszor voltunk bent. A Kossuth-utcán. Háromszor voltunk bent. Mondtam, hogy próbáljunk megoldani, itt van, át lehet volna ezt telepen, mert ugye ez nem 10 perc. Felpakolni, bepakolni. Igen. Jó, akkor egyet beledek van. A gázpalackkal meg még egyeztetés alatt van. Az egyik, aki gázpalackot igényel, azt mondják a szomszédok, hogy nem is tartózkodik itt, ha külföldön dolgozik. És akkor van még egy másik olyan, hogy a 7-es pontban, meg a 20-as pontban most ugyanabban a dologról van, úgy látom, beszámoló. Most akkor az a szerződés most aláírva, vagy nincs aláírva, vagy az egyik az, hogy aláírás alatt van, a másik pedig az, hogy aláírás előtt most még van. 7-es pont, meg a 20-as. Ez a kötelező nyilvánosság feladatok ellátására vonatkozó szerződés. A 7-esben úgy van, hogy jelenleg aláírás, vagy megkötés alatt van, 20-asban meg az aláírás előtt. Ez folyamatban van, tehát ez nem. Ez volt az a szerződés, amit vissza kellett volna, és újra kellett életni, rendezve van. De akkor a 20-as az érvényes, hogy aláírás került. Így van. Akkor mentesen nem érvényes. Így van. Még annyi, hogy ez kiosztásra került, tehát a képviselőtestület ezt megismerte, a helyi termelői piaccal kapcsolatos ügyeket. Kiosztásra került, tehát ez a kiosztásra került. Ez szerintem utolsó a helyre, mert sajnos egy ilyen lerövezés, egy ilyen... Tehát gyakorlatilag arról, hogy tudomással bírtok róla. Yeah.
kérdés esetleg, mint hozzászólás, akkor beszámolt elfogadó kérdéséssel. Köszönöm szépen, képviselőtestület egy hangulat, kérem fogadtam. Második napi rendi pontunk. Előterjesztés Nyírbogdány község önkormányzati képviselőtestület díszpolgári címmal, mint Nyírbogdány községért kitüntetés díj alapításáról és adományozás mennyérő szóró 14/1995 11. hóesélyén kelt rendelet felülvizsgálatára, ezt megtárgyalt a pénzügyi bizottság is. Köszönöm a kérdőtért, kérem tisztelettartással, köszönöm szépen képviselőtestület egy hangulat elfogadta. Harmadik napi rendi pontunk előterjesztés, a szociális ellátásáról szóló rendelet önkormányzati módosítására. Ezt is megtárgyalja a pénzügyi bizottság. Aki ezzel egyetért, kérem tiszteltartással, köszönöm szépen. A négyes napi rendet nem tárgyaljuk, mivel nem jött rá állajára. Ötös napi rendi pontunk, előterjesztés, Nyírbogdány községi önkormányzat tulajdonában került Nyírbogdány főút 1/A szám alatti 58 helyrajzi számú ingatlan építő bontás eljárás beérkezett ajánlat elfogadásáról. Ezt is megtárgyalta a bizottság. Én bizottság ülésén megfelelően kiválasztott a legolcsó kivitelezői állapot. Köszönöm, ki ezzel egyetért, kérem tiszteltartással, köszönöm, képviselőtestület egyhangulat elfogadta. Hatos napi rendi pontunk, előterjesztés Sényői utca köztövet elmenetésére. Én bizottság ülésén megtárgyalta és az ott adatoknak elfogadásáról. Aki ezzel részletesen köszönöm, egy hangulat elfogadta. 8-as napi rendi pontunk, Békorosz István Nyírbogdány 800 éves jubileumi rendezvénysorozat jegyében könyvbemutató, valamint Lélektalan című verseskötet és a Homokban Mésett Vallomás című verseskötet kiadásához nyújtandó támogatásról. Ezt is megtárgyalta a pénzügyi bizottság. Megtárgyalta, ilyen, hogy szeretnék ez a 7-es napi rendi pont. Csak azért, hogy a kettes, igen, a kamerával, és ott állottunk, hogy a javulásra jósolja. Aki ezzel egyetért kérdő köszönöm szépen, képviselőtestület egy hangulat elfogadta. A 8-as napi rendi pontunk, előterjesztés Tóth Vince temetőmondói beszámolójának elfogadásáról. Ezt is megtárgyalja. Én bizonyos ülésén megtárgyalja, és ott állottunk, köszönöm, aki ezzel egyetért készfeltartásra. Köszönöm. Pontosabb információk esetleg van, akinek. Kérdezni szeretnék, hogy hát a, én örülök, hogy a piac megnyílt, de az a felirat az valami tragikus, az a szín. Szerintem nem megy ahhoz a színhez, mert gyakorlatilag semmilyen olyan szín részlet, mert semmilyen olyan dolog nincs ott, ami indokolja, hogy olyan színű legyen. Tehát gyakorlatilag én el tudtam volna képzelni egy sötét antracitot, mondjuk a világos szín, az is kiütő lett volna, de mondjuk mozasztóan kiütött az rendszeres. Ez az én véleményem. Ettől függetlenül tetszik, akkor tetszik, elmondtam a véleményemet. Ez már úgy design, ez figyelet, ez oda nem ügy. De mindegy. Jó. Következő kérdésem az lett volna, hogy én úgy tudom, hogy itt a hivatalon belül vannak személyi változások, stb. Stb. Ezzel kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy magamról beszélek, hogy miért utoljára kell megtudni, mondjuk nekem. Nem azért, hogy én olyan valaki nagy vagyok, csak egyáltalán a utó testvérben kik tudtak erről, hogy személyi változások történtek, és miért a testvér nekem utoljára erről tudni, hogy voltak személyi változások, mi ennek az oka ezeknek a változásoknak, ha lehet tudni valamit, megtudni, és tudomásom szerint nem helyi lakosokból kiválasztott munkaerővel feltöltve, vagy lettek feltöltve, mindegy többes szám vagy egyes szám, a munkahelyben, az állásokban mondva,
választva, történt-e valamilyen intézkedés annak érdekében, hogy lehetőség szerint helyben legyen feltöltve az állás. Ezek a szeretnék választ kapni, hogyha lehetőség van rá. Ha jó az információ, hogy egyáltalán a munkaerő jó, vagy ha nem jó, akkor mondanék a belőle, nem tudom. Esetleg titkári beosztásban mondjuk, vagy rossz az információ? Csak kérdezem, mert van az rendszám változások voltak, én úgy tudom, hogy ők be is mutattam önöket, önöknek azokat a személyeket, akik itt november 1-ben álltak. Igen, az adó ügyosztály. Az adó ügyosztály, illetve volt egy titkárság, illetve az addig. Nagyon nehéz itt nyilvánosülésen olyan személyekről beszélni, akiknek a nevét nem mondhatom ki, illetve az okokat sem mondhatom ki. Megpróbálom úgy fogalmazni, hogy értsék is. Tehát bizonyos helyzetekben most egy helyettesítést kellett megoldani, és olyan szemét kellett rám keresnünk, aki ilyen gyakorlattal rendelkezett. Ez a hölgy, aki most beállt, akire gondol, egyedül egy személy, háromnapos próbaidővel van felvéve, kifejezetten titkársági, iratkezelési feladatokra. Amennyiben beválik és hosszabb távú szerződést fog kapni, akkor át fogom hívni önöknek is be fogom mutatni. De mivel nagyon a kezdetén vagyunk, és tényleg ezzel óvatosan próbálom helyzetet kezelni, mert tényleg... Tehát igen. És ez akkor gondolom nem nyilvánnyilag is feltételezem, legalábbis a jó információ. Nem a személyen van problémám, tehát előre mondom, nem a személyen semmi probléma, a személyen meg is ismert, tehát teljesen mindegy, hanem az, hogy miért nem lettek, vagy lett-e valami intézkedés fogalmasokra, hogy nyilvánnyi legyen esetek helyi lakos. Meghirdetve az állás, valami kiírva, felírva, nem tudom. Egyszerű kérdés, az a válasz, hogy nincs tudomásom ilyen nyilvánnyi személyről, aki hivatalban, pártban rendelkezne. Van, nyugodtan küldjék hozzám, az elkövetkező időben lesz hivatalban változás, mert többen nyugdíjba is fognak menni, és keressük a megfelelő utánpótlásokat, keressük az embereket, akik tőlek helyek, helyben vannak, lehetnek a fiatalok is, hogy hosszabb távon tudjunk gondolkodni, de mindenkinek elmondjuk, hogy próbaidővel tudjuk csak a munkaviszont elkezdeni, mert hogyha nem válik, akkor nem kell egymás kerülni. Megértem, csak most ennek már majdnem, hogy utána vagyunk, hogy a próbálkozó szerződés van, akkor azt mondja, hogy ezért hogy miért nem lehet ezt előre? Miért nem előre meghirdetni? Tisztelni mondani lakosok, van egy, vagy lesz egy üresedés, úgy tűnik, vagy van teljesen mindegy, helyből van akkor jelentkező, ki lehet írni ilyen feltételeket, stb. Stb. Ez most már egy kicsit olyan tűzoltási történet, hogy úgy mondtam. A tűzoltás szó szerint, vagy ez a másik napra kellett megoldani ezt a helyzetet, ezt nyugodtan ki merem mondani. Igen. És olyan szemét kellett keresnünk, akinek van ajánlása, referenciája és gyakorlata. Én értem, hogy ezzel csak nem az a problémám, hogy nekem a tapasztalataim azok, hogy bármely településre vagyok, akkor lehetőleg próbálják a helyi lakosokat elhelyezni, de sajnos nyilván, de úgy látom, hogy nem jellemző, mert már máson dolgozó is valaki nem ide valós, és nem értem, hogy miért nem helyből, miért nem. Miért nincs elég szándék? Tehát ez a probléma, nincs elég szándék, úgy látom. Szándék van. De szándék van. Nincs forrásokra. Csak nem találtam a szándék a valóságban. Hát, oké. Tessék, akire gondolom, aki megfelelne ennek a körnek, akkor nyugodtan. Én nem gondolok senki, én azt szeretem volna, mondjuk fent van akár a Facebookon, meg van hirdetve, stb. Nyilvánvalói lakosok közül, ha valaki van, mert akkor elképzelhető, hogy lenne, mert nem tudom elképzelni, hogy lenne, de van is lehet. Miért ne jelentkezzen? Nincs lehetőség megadva. Két állást hirdettünk majd két hónapon keresztül, és abból nyilvánvalói a 20-25 jelentkezőből egy személy volt, pont az az egy személy, akit helyettesíteni kellett volna. Ezt hagyd mondjam már, ugye legutóbb is én elmondtam, ugye a BKK körzetben minden hónapban össze szokott hívni az elnök doktor Sekszenesták Miklós úr bennünket, és annyira kiürültek az önkormányzatok, köztisztviselői és közalkalmazotti állásokból, hogy a polgármester kollégát velem együtt, nemhogy helyből nem tudják megoldani a létszámot, hanem még úgymond idegenből se, mert az a pénz, amit most az önkormányzatoknál jelen pillanatban fizetnek az önkormányzatok, ezt azért osztom ketté, mert ugye ez
elhangzott, és ez publikus, és ezt egész tudottan kamerával is el tudom mondani, kivéve a felsőfokú végzetteket, tehát kivéve a felsőfokú végzetteket, az érettségivel rendelkező dolgozóknak nem éri el, tehát ha nem téríti el az önkormányzat a bérüket, nem éri el a bruttó 120 ezer forintot. Nem éri el a bruttó 120 ezer forintot. Na most 120 ezer forintért két önkormányzat kap olyan dolgozót, aki a feladatot el tudja végezni, de tovább lépek, most már, tehát most már még felsőfokú végzettséggel sem dolgoznak benne, mert a vállalkozó szférába elmennek, például önkormányzatok pénzügyi végzettséggel, pénzügyi elolvadót keresnek több hónapja. Nincs jelentkező, mert a vállalkozói szférába kétszeresét, sőt háromszorosát is megkeresi, akinek olyan pénzügyi végzettsége van, és ért hozzá. A következő, mi elsőként nyilvánosság önkormányzata léptünk be az ASP rendszerbe. Na most ez az ASP rendszer jó hangzik, de ezt, aki nem ismeri, ennek a betanulási ideje minimum 6 hónap. Még egyszer mondom, minimum 6 hónap. Mi csináljuk ezt az ASP rendszert több mint másfél éve, és még mindig vannak újdonságok. Tehát a dolgozóink is csinálják, de ezt egyébként szerintem Regina is meg tud erősíteni, vagy megcáfolni, hogy ez nem így van, még mindig vannak. Tehát az ASP rendszer, ez egy olyan rendszer, persze mindent meg lehet tanulni, de ez nem úgy van, hogy bejövök az utcára, és már tudom csinálni. Tehát ennek komoly dolgai vannak, és ugye ami a legszomorúbb, már úgy a legszomorúbb, hogy több polgármester is felvetette, hogy az idén kettő darab választás lesz. Két választás lesz az Unió és az önkormányzat. És nem tudják, hogy hogy lesz lebonyolítva, mert nincs hozzá személyzet. Mert minden most már világháron keresztül működik. Lejelentés, a végeredmény, stb. De még egyszer, most összegondolom. Tehát még egyszer mondom, tehát nincs hozzá ember. Tehát valamikor az önkormányzati, köztisztviselői, közalkalmazotti állás sorvált. Tehát most például pénzügyi szakemberre nincs. Meg volt hirdetve a anyagkönyvvezetői, senki nem jelentkezett. De most... Végzettsége nem. Sokan jelentkeztek, 10-en. Hát ez jó, aztán mondta magához, de volt. Tehát én arra mondom, hogy nem volt, úgy nem volt olyan jelentkező, akkor én kérek elnézés, akinek meg volt a végzettsége. Tehát volt jelentkező, csak nem volt végzettség. Tehát én fogalmaztam most. Ja. Mindentől függetlenül én értem, hogy a jelzős riport, hogy esetleg lehet szólni, de most itt akkor visszatérek az információ állásra, és sajnos itt az önkormányzat területén belül ez nem biztos, hogy mindig jó működik, sőt inkább rosszul, mert esetleg ez hamarabb tudja az ember, akkor tud esetleg hírezteni ezzel kapcsolatban, vagy esetleg felrúgni dolgot, hogy miért ne. És most is érdemezem azt, én értem a magyarázatokat, meg értem, hogy meg lehet ezt próbálni megmagyarázni, akkor is érdemezem azt, hogy hiányolom, azt inkább azt mondom, hogy egy emberből meg se lett próbálva ez hirdetés útján például feltöltve ezt az állást. Itt sem hiszem, hogy nyilvánok utána emberek vannak, mint máshol. Én vélemezem, hogy lett volna innen is ember, aki az ásférhez is majd érte, stb. De az, hogy könnyebb legyen, messzebbről alkalmaz egy ember, és egyébként csak meg sem próbálni, ezt nem tudom elfogadni. Tehát ez értem. Elmondtam, tűzoltás volt, gyorsan kellett megoldást találni olyan embert, akit referenciája volt, illetve akit javasoltak, nincs lefutva, az évben több személyváltozás várható, mostani próbaidős három, amit tartsz, hogyha nem fog megterelni az illető, akkor nem fogunk hozzáragaszkodni. Tehát, hogyha esetleg bármilyen ismeretségkörben van, akik tudnak javasolni, szívesen ártom, sőt, akkor meg fogjuk tenni, hogy a Facebookon vagy a honlapon
hogy bárki tökélek is azért szándéka lenne hivatal munkát vállalni, az jelentőben is akkor megálltjuk. Én ismertségi körben nem szeretnék azt mondani, de nem, hanem, hanem azt, hogy feltenni a hirdetésre, és akkor majd úgy. Jó, ezzel fogsz. Hogy belül vagy, bármi. Másik még van egy két kérdésem, úgyhogy ha itt van ez a Bakóféle ingatlan megvásárolható tavaly, de most talán mi lesz a sorsak, az autóban valami elmondolásokkal kapcsolatban? Át fog majd költözni a GESZ épületből a közfoglalkoztatás. Ugye sajnos a GESZ épület is olyan állapotban van, hogy az lehetett mondani. A kezdődöttem. És akkor a korlátozó? Ez folyamatban. Már most tesszük rendbe fel a környezetét, már most tesszük rendbe a belső részét, ki lesz beszélve, fel lesz frissíti, ahol vannak. Akkor tovább a következő, hogy van-e valami hírünk arról, hogy mi lesz ezekkel a játékokkal. Tudom, hogy az érzintes kötülésen, meg pénzt is szalasztódnak az iskolának, de egyszerűen tartottam, hogy most már ott tartunk az oldalba, hogy csoportok jönnek ki az oldalból, vagy korszakok, akik nem tudnak játszani. Tehát nem arról beszélünk, hogy, hogy jó, eltett két hónap, és hát sajnos nem tudtak játszani, mert elmondott, hanem letervezik. Kis csoport, nagy csoport, végeztek, és egyszerűen gyerekek kikerülnek az iskolába úgy, hogy nem tudtak játékot használni, dolgokat ugrani. Tehát én most azt mondom, hogy ez nonsense, én tudom, hogy nem így tehetünk róla, tehát nem azért mondom, csak beszéljetek róla, hogy valamit akkor nem tudom, mit kell csinálni ezzel az iskolával, vagy hogy piszkálni őket ezzel kapcsolatban, de egyszerűen tarthatatlan ez az állapot. Úgy jönnek ki a gyártelepről is, a faluban is oldalából gyerekek, éveken keresztül, évek óta játszanak innen az udvaron a játékokkal, és ezt tudjuk érzni. Hogy valami lépéseket el lehet tenni, tudom, hogy a gabban nem nálunk van, megint levelet, megint felszóltan őket jelezni nekik, hát hogy tud működni úgy oldal, hogy a gyerekeknek nincs játék? Egyáltalán hogy működhet? Azt megkérdezed az iskolából, meg azt mondják, hogy itt van a labda, mert hogy ugye mi megkérdezik, hogy kiszedjük a játékot. Tehát azért tájékoztatom a tisztelt képviselő testületet, mikor képviselő testület előtt volt, hogy tavaly télére vagy ősszel már azért nem telepítik a játékokat, a téli időszak nem érje. Így volt? Persze. Jó, ez nem is a pillanat, mert ugye Tamás mondta, hogy itt vartok valamit. Most, tehát most azt mondta, hogy az iskolában kell nézni, és hogy így van, így van. Kettő hete hívott fel igazgató asszony, hogy mikor tudjuk a fajáték montást elkezdeni. Kettő hete. A múlt héten már a gyártelepről a fajátékok elvettek hozva, nem csak a fajátékok, hanem a baleset veszélyes volt, ami megint csak nem a fenntartónak volt a feladata, hogy nem gondolták, hogy azt ki kéne vágni, azt mi önszorgalomból, mint tulajdonos ki is vág. Tehát gyakorlatilag a gyártelepi részről elvon. Hétfőtől megkezdtük a benti egy játékokat kiszedni, és ugye azért nem is szedtük ki, mert gyakorlatilag, mint állt a játék, sokkal jobb helye van, és próbáltuk ajánlani, meghirdetni a Napkert Kft-nek, aki játékokkal foglalkozik. Van itt egy vállalkozó, aki játékokat készít, van olyan vállalkozó, aki szintén játékokat készít, de azt mondta, hogy ez azért nem derbelás, komoly értéket képvisel ez a játék, most is azt mondták, hogy ez komoly értéket képvisel, mivel ez kemény fából van. Tehát aki játékokat, esővázat, ilyesmit készít, az fenyőből készíti, negyed annyiért, mint ez a fajáték most belekerülne, de hiába felajánlottuk, hogy vegye meg, és akkor azt mondta, hogy ő pénzt nem tud belefektetni, Jelcó kényszerűen, hogy ő fog ráhozni levőt, legyünk már egy kicsit türelemmel, mert ő tud ráhozni levőt, meg volt hirdetve, meg is hirdettük a fajátékot, mert ugye, ha ezt köztérre tesszük, ezt fel kell újítani, be kell vizsgálni. De ha ez valóti volt, megvásárolva egy forintért, most azért nem mondom össze, én a saját ugaromon, saját felelősségemre felállíthatom. Vagy felállíthatom. Jó, de ezt megkérdezhetek, polgármester, mert megint csak azt mondom, hogy igazatom is Zsoltra, hogyha ezt azt mondjuk, hogy ezek a játékok, és csak így lehet értékesíteni, hogy magánszemélyeknek. Fotó
hozzuk le, tegyük ki, hogy ilyen van, akit érdekel, az ide jön és vegye meg. Ki lehet tenni az internetre, hát ha lesz olyan, aki megviszi a saját gyerekének a saját kultúrára azt a hintát, vagy azt a mászokat, amit nem érjen is rá. Csak elsősorban a magánszemélyeknek akart az információt. Értem, de fel tudják dolgozni, és de akkor ezek szerint dalponként kell megkérdezni. Akkor megkérdezni, de ez valami próbálni, mert ez egy más, hogy nem próbálkozunk, akkor sem. Lehet, hogy nem vagyunk nem mondták folyamatban, tehát ez is ki lesz szedve a helyet a benti oldalról is. Tehát gyakorlatilag a telepítésnek, tehát ha már telepíteni akarnak, vagy telepíteni akartak volna, hétfőn már telepítettek volna. A gyártelepítettek. Ja. Én annyit szeretnék ezzel megjegyezni, értem, hogy mi a helyzet, de számomra ezeknek a idézőjelben mondom, tehát számomra ezeknek a járvőknak nincs értéke akkor, amikor az ellen van ez a dolog, idézőjelben, hogy a gyerekek nem tudnak új játékot játszani. Tehát gyakorlatilag én ezt annyit pénzügyileg, pénzértékben, hogy a gyerekek azért, mert most várunk arra, hogy megveszi ez vagy megveszi az. Most én magam részéről beszélek, hogy drasztikus vagy egy kicsit elnézést érte, hogy az ördög ott vigye el, össze kell várni ezt a feladat a gyerek. Inkább egyedül a felhez tüzelje fel valaki, mint hogy a gyerekek ne tudjanak emiatt játszani. És ne legyen helye, ha jól értem. Még egyszer képviselő. Valami nem volt világos. Igen. Már elnézést. Tehát tavaly itt volt képviselő testületülés előtt, itt volt a kitartató megjegyzés, hogy már most nem telepítik be, ráérünk kiszedni. Így hangzott? Hát világos. Kettő héttel ezelőtt keresett meg a iskola vezetése, hogy ki kellene szedni a játékokat. Kettő héttel ezelőtt. Tehát a múlt héten. Tehát én is azt mondtam, hogy ez nem úgy működik, hogy most mindent adjunk, mert benne volt a munkálatokba, de még egyszer a múlt héten ki lett szedve a játékok átteletről, ami kellett a veszélyes fát kiváltunk, úgyhogy gyakorlatilag a gyártelepen már lehet telepíteni a játékot. Most szedjük kifele folyamatában Bentibe is, a héten vélhető, ha nem, akkor jövő héten itt is ki van szedve, lehet telepíteni a játékot. Tehát nem azért, mert mi nem akarunk kiszedni. Persze, tehát én elmondtam, hogy világos. Elnézést kérek tőlem. Tehát mi mindenbe harmadunk. Ha bennek a megkérdezünk, mi is azt mondtuk, hogy most ne szedjünk ki a télére, hát ha jön bárkénk felállítva valaki beleesik, és akkor kell neki, de sajnos, még egyszer mondom, sajnos, három helyről kaptunk ígéretet, hogy biztos, hogy lesz, Sajnos ez nem jött össze, de még egyszer mondom, ha egy hónappal ezelőtt keres meg az iskola vezetés, hogy kellene, akkor egy hónappal ezelőttben szedjük ki fel a játékot. De lehet, hogy tényleg, hogy Tamás is mondta, hogy sülőképeket most még nincsenek kiszedve, lefotózni, felrakni, és hogy igen, mert készítszerődik, akkor is legyen róla a fotó, hogy ne összerakva. Tehát én személy szerint, hogy önkormányzat, hogy testület is, mi pozitívan állunk hozzá a játékvásárláshoz, és minden bármi olyan dologban megkeresnek a fenntartók, mi pozitívan állunk minden dologban. Mióta ebben a dologban megszülettek ezek a lépések, azóta jó, tényleg nem tudtok bele mit kezdeni. Igen, de se erős semmi. Az egy másik kérdés, hogy ez már egy évet csúszott meg. Igen, már talaj már ezt be kellett. Most a tavasz, megjött a tavasz, most megkezdték, akkor kiszedik, onnantól kezdve az iskola. Rendelkezik a területen. Nem megvannak az új játékok. Jó, akkor az ön jövőjére elég, mert még egy dolgot szeretnék jelezni, hogy jelezték nekem, hogy megkapták, hál' Istennek a programsorozatról, a füzetet, stb. Jó, minden, oké, csak fiatal kereszték, hogy ahol vasnák, ugyan örülnék neki meg minden rendben, csak nem nagyon látnak benne olyat, ami fiataloknak szóló együttes például. Tehát ez úgy kimaradt. Én tudom, hogy mondtam, hogy az megkülönbözésekkel ezzel lehet változtatni, most ne várjunk, hogy visszavetve lesz a dolog, mert nem lesz. Mire gondolom a fiatalokat? Mondtam, hogy adjanak már olyan egy esetek valamit javasolnak, amit mondtam, hogy drasztikus kiabálás nincs, focskos beszéd nincs, tehát ezt felejtsen mindenki, mert őrült együtteseket hagyják, normálisabbat lehet javasolni, és akkor a testvére megbeszélő, hogy akkor mi legyen ezzel, és mondták, hogy fognak olyanokat javasolni, amit mondják, hogy lefoglalkozni testvére, leteszem, és akkor lehet volna beszélni. Mert miért sem? Mert a fiatalokat is meg kell célozni ezzel a dologgal, mert nincs az egyszerű, hogy mindenki készül meg, hogy a gyakorlatilag érdekében, és akkor látjuk.
viccament utána, tehát segíteni a próbára. Ezeket is ismerjük. Nincs, az jó is. Meg kell ismerni. Igen, mert tudod, hogy akkor, amit te mondtál, és ő is valaki nem tudott jönni, mert ez a fordított. Ugyanez van, hogy nem kőbe mész, tehát van, ami már konkrétan van szerződve, hogy mindent, de még nem lehet, hogy nem lehet nő. Így van, hozzá lehet elmondani. Jó, csak azért jeleztem, hogy tudjátok. Tájékoztatom a testületet, hogy a, akár a gyártárpi, akár a benti rendezvényekkel kapcsolatban az EON felé megtörtént a kérelem, tehát ide külön kell ezt a bővítésre megcsinálni. Vastát kértük fel, mert ugye neki jogosultsága van ezeknek a dolgokhoz, úgyhogy megrendelőt én már alá is írtam ezzel kapcsolatban, úgyhogy a rendezvényeknek az áramellátása ilyen fázisban, ilyen folyamatban zajlik, tehát ugye ezt nem szabad az utolsó pillanatot tenni. Azt mondta, hogy én meg fogja oldani bentről. Azért, mert milyen serek volt előre. Igen, én sem tudom, amikor mondják, de ezt eszik, vagy iszák, nem tudom, hát most lesz.